Tizedik alkalommal rendezi meg a Bátszalók a Tisztatót, amely egyben mégis egy szezonnyitó rendezvény is. Valódi Gyulával, város alpolgármesterével beszélgetünk. Nagy az érdeklődés, hiszen látjuk, hogy minden sátorhoz mennek az emberek. Mire számítanak a mai napon? Igen, nagyon örülünk neki, hogy tizedik alkalommal rendezzük már most meg a Tiszatór Abátszalóki Böllér Fesztivált. Valóban úgy látjuk, hogy nagy az érdeklődés. Ennek meg kifejezetten örülünk. Évről évre egyre több látogató nézi meg a mi rendezvényünket. Itt vagyunk az Alföld, hát nem a közepén, inkább a szélén, úgy mondom, és hát Abátszalók egy olyan sajátos helyzetben van, hogy az Alföld része, a nagy kunság része, de közvetlen szomszédságban van a Hortobágyjal, mint nemzeti értékünkkel, de közvetlen szomszédságban a partján van a Tiszatónak, mint ökoturisztikai bázisnak, és hát nem titkoltan egyébként ez egy turisztikai célú rendezvény is egyben, de hagyományőrző is, hiszen a gyökereinket ápoljuk, szeretjük, és hát ugye íze, jellege legyen egy ilyen rendezvénynek, tehát unikális legyen, tehát a saját történetünket, történelmünket is mutassuk be, úgyhogy a nagykunság sertésfeldolgozását, családi sertésfeldolgozását szeretnénk ezáltal bemutatni, hogy a családi rendezvény, tehát a disznótorok azért december, január, februárra datálhatók, de mi, hogy egy picit elinduljon a szezon, az idegenforgalmi szezon, hogy kimozduljanak egy kicsit az emberek, kedvük legyen, meg tudják tekinteni a hagyományőrzéses disznótort. Tehát ma már csak a fagyasztóládának dolgozunk legtöbbet, ezért gondolom, hogy gondoltuk annak idején a kis csapat, amikor elindítottuk, hogy próbáljuk megmutatni és megőrizni azt a családias hagyományt, hogy amikor levágtuk a sertést a maga fogópálinkájával, reggeli hagymásvér megsütésével, egyfajta vendéglátással, hogy ugyanezeket az ízeket, érzéseket tudjuk visszahozni azoknak, akik idősebbek, és átadni azoknak, akik fiatalabbak, hogy meg tudják érezni, hogy milyen volt a régi, hagyományos disznótor egy családban. Itt azért minden évben vannak különlegességek is, hiszen a körmös pálinkát már tavaly is láttuk, most eszes levesről is hallottunk. Mi is ez is egyáltalán, határon túlról kik érkeztek? Igen, két településről érkeztek a határon túlról, Zentáról, a délvidékről. Ennek nagyon örülünk egyébként, hogy a határ menti települések, vagy a határon túli települések nem ugyanabból a régióból érkeznek, hanem egy más-más régióból. És egyébként a Kárpát-medence gasztronómiájához ez nagyon hozzá tartozik, tehát a magyarságunkhoz hozzá tartozik. Tehát Zentáról, délvidékről érkeztek, illetve Backamadarasról, Marosvásárhely mellett van ez a település, egyébként 400 kilométerre tőlünk, tehát testvértelepülése Abátszalóknak, nagy szeretettel fogadjuk őket, ők most díszvendégeink is, egy picit kiemelt figyelmet kapnak ezen a rendezvényen, és nekik van egy különlegességük, az eszes leves, amit ugye a sertés velőből, agyvelőből, gerincvelőből készítenek, és van még nekik nagyon finom égetett pálinkájuk egyébként, ami szintén egy olyan kuriózum, mert nálunk a hagyománya megvan a pálinka főzésnek, náluk pedig ilyen égetett, ez egy fel van melegítve, egy picit meg van édesítve, nagyon érdemes kipróbálni egyébként az ő ízvilágukat is, amely szépen kiegészíti a mi alföldi ízvilágunkat. Azt gondolom, hogy akinek van kedve végig kóstolni mind a 26 csapatot, az igencsak jól fog lakni itt a nap végére, hiszen sok különlegesség készül. Mennyi vendégre számítanak a mai napon? Hát az előző években is megjelentek itt 6-8 ezer vendég. Az időjárás úgy mutatja, hogy nagyon jó, nagyon szép napunk lesz, bízunk benne, hogy rekordszámú látogató tekint be ide hozzánk, és mindenki reméljük, hogy jól érzi magát.
Úgyhogy érkeznek a fellépő csapatok, néptánc, népművészet, vásározók jelen vannak itt, tehát hagyományőrzés tekintetében is próbáljuk őrizni a hagyományt, amely a mi vidékünkre jellemző. És hát a porták is mindenki a saját tájegységének megfelelően alakítottak ki, hiszen láttunk nagyon érdekes népviseletektől kezdve különböző kínáló ételeket is, de azt gondolom, hogy ez mind hozzájárul a mai nap sikeréhez. Így igaz, hát a csapatok nagyon kreatívak szoktak lenni, tehát ahogyan díszítik a portáikat, ez egyébként magában a versenyben, tehát a zsűrizésben ez beletartozik, hiszen verseny is van egy kicsit, de igazából nem kifejezetten a versenyről szól ez a mai nap, hanem inkább az együttlétről, de persze van egy pici tétje is. Tehát mindenki nagyon gazdag ajándékokkal fog innen hazamenni, bízom benne. Természetesen lesz a Tiszató böllérét, majd megválasszuk a legjobban feldolgozó, aki a sertést legjobban feldolgozza a csapat, illetve a legjobb ízeket fogja előállítani, az megkapja az első díjat, illetve a Tiszató böllére címet természetesen. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki jól fogja magát érezni ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, én is köszönöm! Sándorral megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk. Nem tudom, volt-e már alkalma mind a 26 sátrat végignézni, de nagyon sok finomságot láttunk. Még nem mentem körbe, úgyhogy az első helyen itt a Líder csapatánál megálltam, és megreggeliztünk hagymásvért, hurkát, kolbászt, és azt gondolom, hogy ez már szinte ebédig ki fogja bírni. Körbejárunk, mindig nagyon jó hangulat volt ez a Zabát-Szalóki Böllér Fesztivál, nagyon jó hangulatú társaságok, és hát szerencsénk van, most az idő is kegyes hozzánk. Jó idő van, szép koratavaszi idő, a hangulat nagyon jó, az illatok, az ízek pedig királyiak. Azt gondolom, hogy a kisfiai is nagyon élvezik, hiszen itt egy hagyományos disznótort lehet végignézni, tehát láttam, hogy ők már mentek volna, és nézik mindenhol, hogy mit látnak. Tehát ez egy jó kis családi program is egyben. Így van, úgyhogy ebből a mai napból egy családi programot próbálunk kikerekíteni, úgyhogy a fiúknak nagyon tetszik minden, húzzák a kezemet, úgyhogy én próbálok a mai nap tartani velük a lépést, nem lesz könnyű. Tehát azt hiszem, hogy ilyenkor az embernek eszébe jut a gyerekkora is, amikor neki kellett mondjuk a malacfarkát fogni, vagy segíteni kellett ott bármit, amit rábíztak, ahogy nőtt. Gondolom, hogy ön is beszélgetett már erről a gyermekeivel. Így van nekem, amikor én kicsi gyerek voltam, nekem a vérestál odavitele tartása volt a feladatom, úgyhogy én imádtam a disznótorokat. Annak mindig egy csodálatos hangulata volt, hogy a nagyszüleimnél már izgalommal feküdtünk le, és hajnalban teljesen sötétbe keltünk. Ez egy csodálatos hangulat a disznótor, és hát sajnálom már, hogy a fiaim már ennyire ezt a hangulatot nem láthatják, de a disznó bontását, feldolgozását, a finomságok elkészítését bízom benne, hogy ők is meg fogják tanulni. Akkor jó kikapcsolódást kívánunk önöknek a mai napra. Köszönöm. Én azt látom, hogy nagyon jó hangulat van, nagyon jó ízek, nagyon jó a társaság, nagyon jó az idő. Szerintem minden adott, hogy egy kitörő hangulatú böllérfesztivál legyen az idei Abát-Szalóki. Köszönjük szépen. És köszönöm. Köszönjük szépen, és a kisbíró urammal együtt érkezik miniszter úr, illetve Borbás Marcsit, akit az imént már közösen fölkonferált.
Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntünk mindenkit a 10. Böllér Fesztiválon itt Abátszalókon, és engedjék meg, hogy először a kisbíró úr hallassa a hangját itt a színpadon. Picit lentebb veszem a mikrofont. Én nem kinőttem a járókát, belőregettem. Köszérét étetik, miniszter úr, a 10. jubileumi Böllér Fesztiválról megérkeztettetik. Általa a Böllér verseny megtekintettetik, és az ő szava a zsűribe beszámítattatik. Minden udvar megnézettetik, és ők kellőképpen pálinkával és minden finomsággal megkínáltattatik. Ővele mindenki elbeszélgettetik, minden problémája megvitattatik. Ő is nagy hírű disznóvágónak mondattatik, ezért közvetlensége elvárattatik. Megkóstoljuk vele mindenki termékét, hadd vigye tovább világszerte térségünknek hírét. Megérkezett hozzánk a híres Borbás Marcsi, akit a kajában nem tévesztek senki. Várja őt mindenhol egy terített asztal, de mint ahogy mondtam már, ne felejtsétek el, ő a gasztroangyal. Na de hogy én most itt ne sokat papoljak, és a dobverőmtől sebet ne kapjak, mert a hátam mögött miniszter úr vagyon, ő is akar beszélni, de igen-igen nagyon. Nem akarom én az egyik szavam a másikba ölteni, kérem majd az én poharamba is egy kis pálinkát tölteni. Meg is ragadom az alkalmat, és átadom a szót miniszter úrnak. Köszönöm, bíró uram, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit a 10. Abátszalóki Tiszató rendezvényen. Köszöntöm Borbás Marcsit, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és itt van velünk ma. Köszöntöm alpolgármester urat, köszöntöm Kató nénit, a jóisten tartsa meg Kató nénit erőben, egészségben, hogy hosszú időn keresztül örvendeztessen meg bennünket itt Abátszalókon és más alkalmakon is. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy most 10. alkalommal újra itt vagyunk, megrendezésre kerül a Tiszatór, amely Magyarország egyik legfontosabb, legnagyobb gasztronómiai rendezvénye ebben a műfajban, a böllér kategóriában, hiszen a hagyományos disznótoros ételek elkészítéséről Abátszalók városa, ez a térség régóta nevezetes, és ez a rendezvény, az itt indulók nagyon sokat tesznek azért, hogy ezek a finom ízek ne vesszenek feledésbe, hogy ezeket megkóstolhassuk, és kellemes pillanatokat töltsünk együtt. Alkalom arra is, hogy találkozzunk olyan barátainkkal, akikkel bizony ritkán futunk össze. Alkalom arra, hogy beszélgessünk, egy jót kocincsunk igazi magyar pálinkákkal, a Abátszalókra jellemző jó szilva pálinkával is. Én kellemes időtöltést, jó munkát kívánok a csapatoknak és eredményes szereplést, finom ízeket és őszinte barátsággal kívánom azt, hogy ez a mostani alkalom legyen emlékezetes, legyen szép élmény valamennyiünk számára. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, miniszter úr, rövidám, de frappáns gondolatait, és most folytatásként alpolgármester urat, Balogh Gyulát hallgassák meg. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 10. Abátszalóki Böllér Fesztiválon. Mi már reggel itt a szúrás előtt köszöntöttük egymást, hiszen egy nagy család vagyunk ezen a rendezvényen, hagyományőrző rendezvény, és ez az Alföldön mi azt a hagyományt szeretnénk tovább folytatni. Ennek a rendezvénynek az a különlegessége, hogy a családi disznótorokat idézzük fel újra, úgyhogy itt be lehet menni a portákra, a házakhoz, a családokhoz, és ennek a disznótornak mindenki a részese lehet. Van egy kiemelt vendégünk az idei évben, Backamadaras testvértelepülésünk, Marosvásárhely melletti település, és én szeretném ide a mikrofonhoz szólítani Dávid György urat, Backamadarasért Egyesület vezetőjét, hogy mondjon néhány szót a kapcsolatunkról, barátságunkról. Köszönöm. Tisztelt miniszter úr, abátszalókiak, és nem csak. Szeretettel köszöntök mindenkit. 10 éve tartó kapcsolatot jöttünk ápolni tovább, és most már másodszor eljöttünk elhozni, megmutatni a gasztronómiai hagyományainkat, olyan termékeket,
hoztunk, mivel hogy a tavaly nagyon jó volt a szilva termést, mindnyájan tudjuk, ezért szilvapálinkát égetve, meg kiemelném a mi úgynevezett eszes levesünket. Ezt érdemes megtudni a portán, hogy hogy készül, ami a tavaly díjnyertes volt, és persze nagy várásokkal vagyunk, szeretnénk több díjat is elvinni újra, már csak azért is, hogy otthon is büszkélkedjünk vele, hogy Backamadaras hírnevét a Bácsalókon tovább visszük. A 10 éves kapcsolat a Tiszató Ifjúságáért Egyesülettel kezdődött, ami már több éve kiszélesedett a két település közt testvértelepülés, hivatalos testvértelepülési kapcsolat jött létre, és az a megtiszteltetés érhetett, hogy 3 éve itt tehették le Backamadaras lakósai a magyar állampolgársági esküt, amit különösen köszönök a Bácsalóknak. Kívánok minden versenyzőnek jó versenyzést, vendégeknek jó szórakozást, jó étvágyot, és látogassák meg a portánkat. Köszönöm! Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgetünk pont itt a hungarikumok előtt. Azt gondolom, hogy fontos része a mai fesztiválnak az is, hogy a hungarikumokat is meg lehet ismerni. A Bácsalóki 10. Böllér Fesztivál a Tiszatón egy igazi gasztronómiai hagyományőrző rendezvény, és az elképzelhetetlen a hungarikumoknak a jelenléte nélkül, hiszen olyan értékeink vannak, amelyekre büszkék lehetünk, mi karcagyok a birkapörköltre, az ahhoz kapcsolódó hagyományőrzésre, de más tájaknak is megvannak a maguk teljesítményei, csúcs teljesítményei, hiszen a hungarikumoknál erről van szó. És a mai Tiszatónon a 24 csapat indul, igaz étel különleges várják az ide érkezőket, de hát azért elképzelhetetlen mondjuk, hogy bor vagy pálinka ne legyen, ne legyenek fűszerek, tehát a paprika, a pálinkák és a tokai borok egyaránt a hungarikum körbe tartoznak. Ezek egy egységet képeznek, amely nemzeti büszkeségünket is megjeleníti. Ez a fesztivál egy összetartás is, és hagyományőrzés is egyben, hiszen itt látjuk, hogy határon túl is érkeztek csapatok, az ő különlegességeiket is megkóstolhatjuk. Nagyon nagy a választék, nagyon kreatívak a magyar emberek, ezt jól tudjuk, a konyha művészetbe különösen jeleskedünk, ez összeköt bennünket, és látszik azt, hogy délvidékről, Erdélyből is vannak csapatok, meg a vendégkör is az ország legkülönbözőbb részeiről áll össze, és tényleg kóstolás, beszélgetés, barátkozás, régen látott ismerősökkel találkozás egyaránt jellemzi ezt a napot. Hát én bízom benne, hogy minél többen jönnek majd még a délután folyamán is, illetve a következő alkalomra, hiszen ez egyúttal főpróba a jövő évi Tiszatóhoz. Az előzőekben egy több mint 200 méteres kolbászt segített megfordítani, amit itt sütnek. Milyen volt? Nehéz volt? Hát azért egy elég komoly gépezet, tehát az könnyű megfordítani, bár oda kell figyelni, hogy felboruljon. Ez egy egyedi találmány, több száz ember részére ad lehetőséget egy kis kóstolásra. Már évek óta itt elengedhetetlen része a Tiszatónak, és most is látszik, hogy komoly tömeg áll majd sorba azért, hogy megkóstolja azt a finom kolbászt. Itt az előbb említette, hogy sok disznótoros étel készül önnek. Mi a kedvence? Hát én nekem a karcagi májasulka a kedvencem, de a többit is kedvelem, mert mindig az a legjobb, ami éppen a tányéron van. Akkor én azt kívánom, hogy sok mindent megkóstolhasson, és akkor találkozunk még sokszor a Tiszatóron. Köszönöm szépen, és remélem, hogy Karcagról is még többen jönnek. Azért itt van karcagi csapat is, látom, hogy jöttek érdeklődők, kóstolnak, pálinkáznak. Hát most ennek van az ideje, éljünk a lehetőséggel. Köszönjük szépen! Köszönöm! Borbás Mancsit faggatom egy picit arról, hogy milyenek a benyomásai a Böllér Fesztiválról. Hát én most érkeztem, úgyhogy még csak néhány pillanatkép van az agyamban. Most kezdjük végigjárni az udvarokat, a versenyzőket, a csapatokat. Úgyhogy utána bölcsebb leszek, de az biztos, hogy mikor ide érkeztünk korra reggel, és itt volt ez a sok-sok ezer ember, akkor nagyon meglepődtem. Tehát azért ez nem jellemző, főleg még március közepén sem vagyunk, hűvös az idő, hogy ennyi ember legyen egy vidéki fesztiválon, úgyhogy valamit itt nagyon tudnak, de majd mindjárt kiderül számomra is, hogy mi az. Akkor majd meg fogja nézni azokat a különlegességeket is, amelyet a csapatok készítenek. Itt az előbb a 200 méteres kolbászt forgatta meg miniszter úr. Ez is egy szép látványosság ennek a fesztiválnak.
Igen, én mindig meglepődöm és lenyűgöz az, amikor látom a magyar embert a kreativitásával előrukkolni. Hát ez a szerkezet az, ami igazán lenyűgöz, hogy valaki gondolkodik, hogy tud valami újat, valami látványosat, valami szórakoztatót létrehozni, és tessék, egy helyi ember fogta magát, és kitalált egy ilyen szerkezetet, és óriási, gondoljunk bele, hogy micsoda összetett dolog, hogy a parázsa, hogy ez beleférjen, hogy ne csöpögjön ki, ne essen ki belőle semmi, de finom legyen. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik a szerkezet, meg hát ez a magyar kreativitás, ami bennünk van. Akkor én azt kívánom, hogy sok érdekességet lásson, és sok finomságot kóstoljon, hiszen lesz itt eszes levestől kezdve, körmös pálinkáig sok minden. Az eszes leves az különösen közel áll a szívemhez, még az esküvőnkön is eszes leves volt. Ugye mi unitárius szertartás szerint házasodtunk össze, ugye az egyetlen magyar alapítású egyház, az unitárius egyház, és egy kolozsi pap, Farkas Dénes bátyám adott össze bennünket, és egyébként is nagyon vonzódom az erdélyi és a székely emberekhez és ételekhez, ezért volt a leves, eszes leves, mert is mi úgy mondtuk, hogy agyleves az esküvőnkön, úgyhogy az lesz az első, hogy azt megkóstolom, nem beszélve arról, hogy a madarasiak főzik, és én is madarasi vagyok, csak nem ugyanazon a, van néhány száz kilométer közöttünk. Hát akkor én azt gondolom, hogy a mai naphoz minden garantált ahhoz, hogy jól érezze magát. Hát én szerintem biztos jó lesz, igen. Köszönöm. Mi is köszönjük. Az entaiak igazán különlegességgel érkeztek erre a fesztiválra. Balogh Oránnal beszélgetünk. Mit kell tudni önökről? Igen, én Balogh Orán vagyok, Zentáról, Délvidékről, Vajdaságból, Szerbiából, és Zenta mellett Bástopolyát is képviseljük, mivel mi 4-5-en alakítottunk egy gasztronómiai szövetséget Vajdaságba, ami képviseli egész Vajdaságot. Ugyanúgy Magyarországon, az anyaországban és Ukrajnában, még bárhol Európa szerte, mint a vajdasági, ősi régi magyar specialitásunkat viszük, vagyis az ételünket viszük, és produkáljuk tovább egész Unióban, vagyis egész Európában. És akkor mi ez a specialitásuk? Hát igen, ilyen bosnyák, vagy se délvidéki tálakat hoztunk, ami 60 literes agyadagedénybe fül majd, akkor hagymásvért, ami 100 liter hagymába, 100 liter vérből, 25 kg hagyma és a fűszerekből, az a házigazda megkért bennünket, hogy csináljuk nekünk ilyen hagymásvért, hogy minél több vendég, már itt 10 000 főre számít a házigazda, megígértük, hogy minél többet megcsináljuk, hogy kijöjjünk neki, hogy minél több vendéget megbírjuk étkeztetni. Csinálunk hagymásvért, csinálunk szerbiai ételeket, csinálunk disznótoros paprikást és sülteket. És mennyiben másabb a fűszerezése mondjuk a hagymásvérnek, mint nálunk? Hát igen, minki jobban krémesebb csináljuk. Itten láttam, hogy még kóstoltam, mert tavaly is részt vettem a Böllér Fesztiválon, a Bácsolókon, és itt láttam, hogy szárazabbra csináljuk a hagymásvért, minki lájtosabbra, krémesebbre csináljuk. Az már mi titkunk, hogy mit teszünk bele, mitől lesz lájtosabb, mitől lesz krémesebb. Ez a mi kis vajdasági magyar titkunk, ezt nem akarjuk elárulni, mert aztán jövőre mindenki csinálja. Hát akkor maradjunk abban, hogy ez akkor egyelőre most titok marad, de akkor én azt kívánom, hogy sokan megkóstolják az önök által készített ételeket. Igen, szeretnénk, hogy minél többen szeretnénk a szervezőtnek, hogy minél több vendége legyen, minél jobban sikerüljön ez a 10. Böllér Fesztivál. Jövőre még nagyobb csapattal jövünk, mert nekem 10 literes bográstól 1500 literes bográcsom van, úgyhogy képviseljük a magyarságot Vajdaságba, Szerbiába és mindenhol, ahol kérik, hogy részt vegyünk a konyhánkkal. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm! Hogy van már terítős? Ja, nem is hiszem, hogy ott van. Ő a derbi, nem látom.
Finom kóla! Meg lett? Backa Madaras a díszvendége ennek a mai fesztiválnak, Dávid Piroskával beszélgetünk. Mit kell tudni a településekről? Backa Madaras Marosvásárhelytől, tehát Erdélyből vagyunk, Marosvásárhelytől 18 kilométerre fekszik, a Középnyárád mentén. A nevét abból kapta, hogy a Backa hegy, szőlőhegy, ből van a település neve. Hát 98%-ban mondhatom tiszta magyar település. Ez a testvérvárosi kapcsolat már több évre tekint vissza. Idén második alkalomkor vagyunk ezen a Böllér versenyen, fesztiválon. Különlegességekkel jöttünk, amit már reggel azzal kezdtük, amit felszolgáltunk a vendégeknek, az égetett pálinka volt. Ez azt jelenti, hogy tehát forraljuk 80 fokon fő a pálinka, akkor meggyújtjuk, kevés cukrot teszünk bele, és az alkohol a szesz tartalmából veszít. Egy nagyon ízletes, édeskés íze lesz, és úgy melegen fogyasztható. Erről esetleg még annyit érdemes tudni, hogy valamikor rég, ez lakodalmak esküvőkor, a reggeli előtt volt felszolgálva, úgymond ettől gyógyultak az éjszakai borozásból. Ami még egy különlegességünk itt, amit főzünk, készül az üstökbe az eszes leves. Ez úgy készül, hogy a elsózott, savanyított káposzta lével savanyítjuk ezt a levest, húsgombóc és húskockák vannak benne, a nevét pedig persze attól kapta, hogy a disznó agyat, vagy az eszet is belefőzzük. Ami érdekes, hogy ezt hozzáfűztük, hogy egy kicsi furfangos székely eszet is hoztunk ide a testvéreinknek, úgymond. Hát akkor biztos sokan meg fogják kóstolni ezt a különlegességet, és akkor reméljük, hogy jövőre még egy másfajta különlegességet is megismerhetünk önöktől. Igen. Azon leszünk, hogy valami újat hozzunk jövőre. Köszönjük szépen! Köszönjük, mi is itt lehettünk. Szabó Istvánnal beszélgetünk, hiszen igazán különlegességgel érkezett. Mi is ez pontosan? Gyakorlatilag ez nem más, mint egy sulyam krémmel, illetve sulyam pálinkával ízesített kézműves bamban. Körülbelül 2-2,5 éves fejlesztés eredménye, hogy elmúlt év decemberében megalkotásra, elkészítésre került ez a különlegesség. Echte tisztatavi termékről van szó, hiszen a sulyam az a tisztatóban nagyon nagy mennyiségben terem, habár maga a termés, illetve a növény az védett növény, de engedély birtokában lehet begyűjteni. Így kaptam én is engedélyt erre 100 kilóra az elmúlt években. Ebből készítettem egy sulyam dzsemet, és ez a dzsem képezi a bombonoknak, a töltelékének az ízesítő anyagát. A hulladékból készítettünk pálinkát, amit pálinkának nem lehet nevezni, mivel ez nem gyümölcs, éppen ezért csak párlatot lehet belőle készíteni, és ezzel a párlattal ízesítjük a marcipánkrémes bombonjainkat. Megalkottuk a saját dizájnunkat, a termék neve Egy Csepp Tiszató lett. Úgy gondoljuk, hogy ez egy brand, egy márkanévnek készül, nem csak a bombonokat szeretnénk ezen a néven forgalomba hozni, hanem egyéb más termékeket, amelyeken ez a nagyon tisztatavi növény meg fog jelenni díszítőelemként, vagy anyagában varva, csipkeként kiverve. Ezek lehetnek majd kulcstartók, lehetnek hűtőmágnesek, lehet pólóra tenni ezt a mintát, úgyhogy szeretnénk egy olyan márkát képezni, ami magára a sulyam növény termésének a formájára, alakjára, illetve ízére alapszik. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy igazán ritkaság, és reméljük, hogy sokan meg fogják kóstolni.
Én is nagyon remélem. Az elmúlt időszakban 3-4 helyen vettünk részt helyi vásárokon, illetve az utazás kiállításon Budapesten. Óriási népszerűségnek örvendett. Az újdonságával, ezzel az innovatív megoldással, hogy egy szúrós, amúgy kellemetlen növényt fel tudunk úgy használni, hogy a kellemesebbik oldalát mutatja a fogyasztó felé, mégpedig csokoládéval ágyazva, ami önmagában is ugye örömforrása az embereknek, és ez még meg van spékelve egy ilyen különleges adalékanyaggal. Azt hiszem, hogy ennél többet nem nagyon tehetünk. Akkor én sok érdeklődött és sok vásárolt, és akkor várjuk az újabb ötleteket. Köszönjük már szépen. Megvan az új ötlet is, már kísérleti formában egzisztál is, mégpedig a csicsókát használjuk föl. A csicsókából készítünk egy olyan töltelékízesítő anyagot, amivel csicsókakrémes, csicsókakrokantos bombonokat fogunk kihozni. Ez a következő évnek lesz majd a szenzációja, hogy minden évben tudjunk valami újjal szolgálni a nagy közönségnek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Nem tudom, látják, milyen kendő van, ez télies kendő. Megmondom őszintén, a kötés módon sok minden múlik, mert megpróbálom megcsinálni úgy, hogy ilyen téliesen, ősziesen, tavaszi, jó? Ez olyan fajta kötés lesz most. Köszönöm szépen, angyalkám, csak birizgálja nyugodtan nekem. Az én fogsoromra csináld már, nehogy kirepüljen a fogsorom füle, úgy. Na most megcsippentem balra, mert megcsippentem. Alakul. Angyalkáim, szép napot kívánok mindenkinek, itt a gatyómama. Most tapsolnak a mennek, jó napot, angyalaim. Jaj. Úgy örülök, hogy ilyen sokan, tudom, a jobb kötét hozok magammal, ilyen sokan összejöttek. Megmondom őszintén, Felik, én kicsit meg vagyok ám fázva, mert én egész éjjel, amikor még majdnem ennél melegebb volt, mint most napközben, kint voltam az udvaron, agyaszült pucéron. Semmi ruha nem volt rajtam, képzeld el. Még a komaszom mondja is, hogy hát miért vagy te ruha nélkül? Mondom, azért, mert vettem egy mosógépet, és az volt ráírva az első mosást, ruha nélkül szabad csak elvégezni. Azért, de meg is fáztam már, Felik, én, úgyhogy már szalóknak el jövök, nem mondom már tüszkölök, de szerencsés vagyok, mert van ám nekem ilyen jó kis orvosom a mi falunkba, bekoszoktam hozzá reggel, azt mondja, mama menjen haza, egyen sok gyümölcsöt héjastól. Hazamentem, megettem 25 kiló diót, csak a zsákot köptem ki a végére. Úgyhogy most nagyjából jobban vagyok. Jó nézel ki, disznóságokkal? Hogy állsz disznóságokkal itt Böllérfesztiválon? Hát angyalom, megmondom őszintén, bekapcsoltam a tévét, hát hallottam, milyen reklámozzák ezt az abászológi fesztivált, yes. A televízióban. Néztem a tévét, mert nekem a kedvenc műsorom, elmondhatom, mi a kedvenc műsorom? Na-na. Édes élet. Szokták nézni? Jaj, tegnap este nem látták. Csinál az a szép ember, az a... Milyen Krisztián? Berki Krisztián. Vasat nadrág, vasat ing, vasat here. Megáll! Azt mondja, már van neki egy menyecskéje, valami asszony, valaki feleség, azt mondja, jaj, Krisztián, megyünk délután a tetkós szalomba. Te hallottam, mi a tetkós szalon? Mi az a tetkós szalon? Valami. Azt mondja, ide jobb mellemre egy szép kis szamócát szeretnék tetováltatni. Hát mondom, édes tündérkép, te 25 éves vagy. Neked ez most még lehet, hogy szamóca, te 10 év múlva lopó, te 20 év múlva kígyóbor kezd belőle. Akkor menj a tetkó szalomba. Na, szóval bekapcsolom a tévét, igen. Aztán mondják, hogy lesz az abászolóki fesztivál. Na mondom, mivel gyűjjek, mert ugye az igazság az, hogy nagyon vigyázni kell az úton, nagy forgalom van ám ilyenkor. Hó, inni nem szabad semmi, csak vörösbort. Yes. Az nem látszik a vérbe, tudod, az is piros. Ja, nekem különben szőzé van ám, hogy is mondjam, olyan te, a vejem szőlész. Minden szőlőfajtát elneved a család női tagjairól. Azt mondja, mama, kislányom Ceglécipe, középcsilányom Eglilányka, feleségem Kövidinka. És mondom, én mi vagyok? Maga a kácskácsöcsű mama, jó lesz majd? Tudják mit, Ferikém? Én énekeljetek egy szép dalt itt neked? Na, angyalkáim. Magyarul csak, magyarul. Magyarul fogom énekelni, ha én indulnék ezzel a dal 2016-on Stockholm, vagyunkban? Ott talán. A Humba Stockholm. Ott. Svédország körül. Skandinávia? Yes. Én is voltam ám Oszlóba. Hajdúszobor Oszlóba, az a neve. Édeseim, elmentem oda wellness hotelbe. Kaptam egy ferdőkádat, pösgőtablettát, ekkor pösgőtablettát. Uram, azt nehéz volt lenyelni, megmondom magának őszintén. Még néha olyan savanyút böffeltek most is. Na akkor
Induljon a zene, hadd énekeljem ezt a szép kis dolgot eladja a kármi, jó? Az én uram, ha kigyűn a kocsmából. Figyelj, pedig jön! Ledöntöttük 30 fröccsöt, a feje is kábul. Ha kis dolog gyötri, hogy senki meg ne tudja. Magunknak mondom, ilyenkor a slicét kényszerítse. Bizon le se húzza. De a nézését meg a járását, a csípőjének a ringását. Száraz babér eladnám, én száraz babér eladnám. Korhely ember az én uram, az arca is hóka. Képzeld pedig én, hogy úgy horkol a tornyos ágyban, mint az oroszlány hóka. Négy kéz láb jár haza, te mégis, hogy is mondjam, olyan sármos. Pedig az üllepítül egészen az orráig sáros. De a nézését meg a járását, a csípőjének a ringását. Száraz babér eladnám, száraz babér eladnám. Jó tüzér volt az én uram, nem tagadom, így volt. De nincs más már a gatyájába, csak egy aszodvízi pisztoly. Csorba kaszalnyi le, bizony nem lehet kaszálni. Már el is felejtötte, hogy mire kő használni. Kerj a nézését, meg a járását, a csípőjének a rizkását. Bár aranyér kínozdám, bár a... Na még egyszer együtt! Ne is, felé a nézését, meg a járását, a csípőjét, meg a ringását. Bár aranyér kínozdám, száz aranyér nem adnám. Hey, tesz prácsai! Jelentsük be előadókat. Egy olyan nevet kell most bejelentenünk, akit nagyon gyakran hallanak a televízióban, a rádióban. Én szinte minden nap hallom a Dankó rádióban az ő dalait, és a Muzsika televízió rendszeres vendége. Ki következik? Karcagi Nagy Zoltán! Köszönöm szépen, indulhat a zene. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 10. jubileumi Tiszatór Fesztiválon, Abátszalókon, itt a Bőlér versenyen. Fogadják szeretettel a műsoromat, Ringo Vállú, Csengeri Violán, a mikrofonnál Karcagi Nagy Zoltán. Ringo Vállú, Csengeri Violán, kis angyalom, járjad, járjad, hely, de ma abokám letáncolom. Ringas, renges, rezgő vállad, magadhoz csaj, hét határon négyszer nálad, ihajcsú, ajjajjajjaj, Ringo Vállú, Csengeri Violám, a tánc nem áll. Ezt nem hagyjuk abba, te nem van, csak jár, hogy hány óra édes kincsem, te azt nem állni, ajj! Csak bukorugról szoknyádat viszál, tűzöl pattan barna lányok, makra szép legények, Csengettáján, hogyha jártok, a csárdához éltek, két szál cigány húzattan, vígan szól a csárdás. Nincsen nyugta a prímásnak, hisz a tizedik már a ráadás. Ringo Vállú, Csengeri Violám, kis angyalom, járjad, járjad, hely, de ma abokán letáncolom. Ringas, renges, rezgő vállad magadhoz csaj, hét határon négyszer nálad ihajcső, ajjajjajjaj, Ringo Vállú, Csengeri Violám, a tánc nem áll. Ezt nem hagyjuk abba, de lemám, csak jár, hogy hány óra édes kincsem, te azt nem áll, jaj! Csak a bokorukról szoknyádat diszálgat, hogyha be
bemész a városba, furcsát látni fogsz ott. Járnak ottan tántorogva, rumbát, szringet, foxot. Ám Csengerben ismeretlen a durranós pesgő. Karcos bor van az asztalon, ahhoz esik jól a rezgő. Aki ismeri, énekelje velem, hogy Ringo, Vándó, Csengeri, violám, kis angyalom. Járjad, járjad, helytem, abokám, letáncolom. Ringes, renge, rezgő, vállad magad, hogy csaj, hét határon nincsen nálad, én hajcs, hajjajjajjaj, Ringo, Vándó, Csengeri, violám, a tánc nem áll. Ezt nem hagyjuk abba, te nem csak jár, hogy hány óra, édes kincsem, te azt ne várj, csak a bokorukra szoknyádat hiszár. Most kérek egy kis tapsot! Hey! La 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 Ringo, Vándó, Csengeri, violám, a tánc te vár. Ezt nem hagyjuk abba, te van, csak jár. Hogy hány óra, édes kincsem, te azt nem vár. Csak a bokorukról szoknyádat hiszád, hey! Csak mi szeretitek a hasatokat, a mafit, ha mi szeretjük a hasnákat. De piros volt a paradicsom, nem sárga, ha elhagyott a feleségem a sárga. Hát gyere, babám, bűzök neked valamit, csak gombolt ki a sejem ingetlenek. Hát gyere, babám, bűzök neked valamit, a gombolt ki a sejem ingetelej. Na oly, piros volt a paradicsom, nem sárga, jaj, elhagyott a feleségem a sára. Hát gyere, babám, főzök neked valamit, csak gombolt ki a sejem ingetelej. Hát gyere, babám, főzök neked valamit, csak gombolt ki a sejem ingetelej. No! Lidi néni a vásárba, te csukolja, a bagyót kötött a hátára, te csukolja, a bagyójába egy döglött lipa, jaj, abban van, jaj, a kalória, te csukolja, a bagyójába egy döglött lipa, hát abban van, a kalória, te csukolja. Visszajött a Lidi néni a vásárba, te csukolja, de kisütötte a lilláját, csuhajja. De a májából jót halózva van a drágomból kis hisztam, csuhajja. A májából jót halózva van a drágomból kis hisztam, csuhajja. A májából jót halóztam, a nadrágomból kis híztam, de csukolja. A májából jót halóztam, a nadrágomból kis híztam. Hölgyeim és uraim, a következő nótával búcsúznak önöktől az éneklő szakácsok. Megdöglött a bíró lova, hát nyúzza meg a bíró maga. De jó lesz a szőre bundának, a négy lába kocsonyának, megeszik a helybeli cigány. Hoppá! Jó lesz a bőre bundának, a négy lába kocsonyának, megeszik a helybeli cigány. Mert hívtak engem, tótiged is, hát inkább mentem halózni. De a kocsmába kocsonyáztam, a lóbőre jócoláztam, de lelassan likázzam magácsot. De a kocsmába kocsonyáztam, a lóbőre jócoláztam, de lelassan likázzam magácsokot. Oh boy, chala 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 chala
Hívtak engem dolgozni, mi az anyját? Inkább mentem halózni. De a kocsmába kocsonyáztam, a lóbőrjót szobáztam, tele hasadik háztam magácsókat. De a kocsmába kocsonyáztam, a lóbőrjót szobáztam, tele hasadik háztam, hopp, hey, hopp! Éljen a műsorvezető!